kutatócsoportunk a tumorok evolúciójával foglalkozik, még specifikusabban azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakulnak ki a mutációk, hogyan változik a DNS, és ennek mi határozza meg a sebességét. Itt evolúcióról beszélve mindig a sebesség az egy lényeges faktor. Itt a kutatócsoportom látható, mintegy 20 főből áll, és van egy Szentgyörgyi diákunk, Óvári Tíme, a első éves orvostan hallgató. És a legszebb ábrámat tettem legelőre, ez a 800-as évek elején készült, és ez az evolúciós fák egyike. Na most, hogy ki készítette ezt, adok egy kulcsot, méghozzá ez a pintyek evolúciójáról szól. Ugye volt egy alapító populáció, akinek sikerült átrepülnie Dél-Amerikából a Galapagos-szigetekre, és itt a DNS-ükben mutációk alakultak ki, megtörtént a szelekció, és új pinyfajok keletkeztek. És itt látható az evolúciós fája ezeknek a pinyfajoknak, tehát innen indult ki alapító populáció. Most azt szeretném, ez Darwin írta le 800-as évek elején, aztán 30 évet várt, míg publikálta ugye a Fajok eredete című könyvében. Azt szeretném ezzel megmutatni, következő animációval ez beindul, hogy nagyon hasonló folyamat zajlik tumorok evolúciójánál is. Tehát egy-egy sejtet, ami általában egy sejtből kiinduló folyamat, keletkezik egy mutáció egy adott sejtbe, valamiért ettől a mutációtól gyorsabban kezd osztódni, de ez még nem elég a tumorok kialakulásához. Számos más mutációra is szükség van. Például, hogyha egy milliméternél nagyobb a tumor, akkor szükséges bizonyos növekedési faktorokat kibocsátani, ami odavonza a vérereket, hogy ezek a vérerek behálózzák, táplálékkal látják el, oxigénnel ezeket a sejteket. Aztán újabb mutációra van szükség, hogy ezek a sejtekből egy be tudjon lépni a véráramba, és a véráramba tovább tudjon menni más szövetek irányába, mondjuk ez a tumorsejt. Tehát ez egy aktív folyamat, nem spontán történik. Újabb mutációra van szükség, hogy ki tudjon lépni a véráramba, egy idegen szövetbe meg tudjon telepedni. Itt újabb sejtfelszíni receptorokra van szükség. Tehát nagyon hasonló a folyamat a pintyek evolúciójához. Most manapság ezt az evolúció DNS szekvenálással lehet követni, ugye egy humán genom szekvenálásának az ára is már $1000 körül van, tehát és ez folyamatosan esik. Itt van egy eset, az illetőnek vesetumora volt, utána helyi áttétet képzett, aztán különböző áttétek képződtek a tüdőbe, és itt gyakorlatilag 9 áttétből és az eredeti tumorból izoláltak DNS-t, teljes genomszekvenálást hajtottak végre, és kiderült, hogy igencsak különböznek a tumorsejtek a különböző helyről kivett mintákban, és fel lehetett rajzolni egy evolúciós törzsfát, melyen látszik, hogy először a VHL gén mutált, ezt egyébként örökölte az illető, aztán más gének is elmutáltak, a SETD2. A lényeg az, hogy a metasztázisokban mindegyikben találtak olyan génmutációt, ami az eredeti, a primer tumorban nem volt meg. Most laborunk DNS szekvenálással követi ezt a tumor evolúciós folyamatot. Ugye a DNS szekvenátorok egyre olcsóbbak, egyre kisebbek. Itt egy hagyományos kapilláris szekvenátor, itt egy új generációs DNS szekvenátor látható. És itt egy nagyon nagy fejlődést látunk napjainkban. Eredetileg úgy gondolták, hogy a tumorból kell mintát venni, ezt biopsziának hívják, ebből lehet DNS-t izolálni, lehet szekvenálni, de ma már tudjuk, hogy a tumor az folyamatosan lizál, belekerül a tumor DNS a véráramba, és gyakorlatilag egy csepp vérből nyert szérumból is meg lehet csinálni a tumor diagnosztikát, tehát nem szükséges a biopszia, egy csepp vérből meg lehet mondani, hogy az illetőbe kering-e
bizonyos mutáns gén, ami tumorra enged következtetni. Technikailag is nagy fejlődés zajlott le. Ugye említettem, hogy egyre kisebbek ezek a szekvenátorok. Idén ért el hozzánk ez a mini-on készülék kipróbálása először az országba. Ez egy genom szekvenátor akkora, mint egy pendrive. Gyakorlatilag egy laptopba kellett bedugni. Még nincs piacon, de azt tervezik, hogy 900 dollár lesz a kezdő ára, tehát itt jósolható, hogy néhány éven belül gyakorlatilag mindenkinek elérhető lesz, hogy otthon szekvenáljon, van rajta egy lyuk. Gyakorlatilag nagyon egyszerű, mert amint említettem, egy cseppvérből, nyálból is lehet szekvenálni, tehát még orvosra sincs szükség. Na most a fő kérdés a laborban, hogy milyen gyorsan alakulnak ki ezek a DNS mutációk. Ugye mindenkiben zajlik ez az evolúciós folyamat, és van, akibe elvezet áttétes tumorhoz, van, akibe nem. Tehát ez is a génjeinktől függ, és egy példán mutatnám be a Seroderma pigmentosum variáns génen, aminek a felfedezésében én is részt vettem. És ez gyakorlatilag ezek a betegek, akik szeroderma pigmentózumba szenvednek, nagyon nagy hajlamot mutatnak bőrrák kialakulására, ami azt jelenti, hogy ha a napsugárzás éri őket, UV-fény, akkor nagyon nagy valószínűséggel bőrtumorba végződik. Az illető, akit bemutatok, ő nem szeroderma pigmentózum variánsba szenvedő, hanem teherautó vezető volt, és ugye az egyik oldalon nyitva volt, állandóan lehúzta a teherautó ablakát, UV-sugárzás érte innen, innen nem érte UV-sugárzás, és itt elindult egy bőrrákos folyamat. Ma már tudjuk, hogy az UV-sugárzás módosítja a DNS-t, a bázisokat kereszt köti, szomszédos TT bázisokat itt a pirossal jelzett vonallal keresztköti, és igazán vannak DNS hiba javító fehérjeink, több mint 100 ilyen fehérje van a sejtben, amely folyamatosan javítja ezt a kettős szálú DNS-t, de ha például túl sokat vagyunk a napon, és túl sok TT dimer keletkezik, akkor ezek a hiba javító fehérjék nem tudják javítani a hibát, és problémát a DNS replikáció során érzünk, ahol a replikációt végző úgynevezett polimeráz delta egy nagyon zárt aktív centrummal rendelkező polimeráz, és megáll a DNS hibához érve, ugyanis ez arra fejlődött ki, hogy kövesse a Watson-Crick szabályt, T-vel szembe át, C-vel szembe G-t épít be, de egy ilyen kettős dimerhez érve nem tud mit csinálni, megáll. Ilyenkor nagyon gyakran eltörik a kromoszóma, tumorsejtekben gyakran kromoszóma átrendeződéseket, töréseket látunk, hogy a sejt halálához is vezethet ez, és éppen a szeroderma pigmentosum variáns kapcsán találtuk meg azt a mechanizmust, ahogy a sejt védekezik a kromoszóma törések ellen, ugyanis kiderült az, hogy ez a gén, XPV-nek hívják, egy új típusú DNS polimerázt, a polimeráz étát kódolja. Ezt a gént expresszáltuk, tehát túltermeltük róla a fehérjét, tisztítottuk a fehérjét, biokémiai vizsgálatokat végeztünk, és kiderült az, hogy a polimeráz éta a TT dimeren képes áthaladni, nem úgy, mint a replikatív polimeráz, és a TT-vel szembe átépít be, tehát követi a Watson-Crick szabály, tehát hiába van itt az UV károsodása a DNS-en, mégse keletkezik mutáció. A homológia alapján újabb polimerázokat azonosítottunk, polimeráz IOTA, polimeráz Zétának neveztük el, ezeket is tisztítottuk, megvizsgáltuk, hogy hogy viselkednek károsított DNS-en, és kiderült, hogy ezek rossz fiúk, mert a károsított DNS-nél a TT-vel szembe például egy G-t építenek be. Tehát egy mutáns bázis keletkezik, és itt összefoglalnám, hogy igazán mi történik bennünk, egészséges emberekbe, aki megyünk a napfényre. Tehát keletkezik egy TT dimer,
Ezt próbálják javítani a hibajavító enzimek, de ezeknek van egy bizonyos kapacitásuk, és mindig marad nagyobb UV-dózisnál TT-dimer replikáció során. A replikatív polimerázit megáll, de bennünk ott van a jó fiú, a polimeráz éta, és ez AA-t beépítve átírja ezt a hibát, és nem történik mutáció. Ugye a szeroderma pigmentozum variáns betegekben nincs polimeráz éta, csak a rossz fiúk vannak itt, tehát ha megáll náluk a replikatív polimeráz, akkor a TT-vel szembe például G épül be, tehát minden egyes ilyen körnél, mikor megáll a polimeráz, egy-egy újabb mutáció keletkezik, tehát ezekben a betegekben sokkal gyorsabban zajlik az evolúciós folyamat, mert sokkal gyorsabban keletkeznek a mutációk. Tehát ezek a betegek arra determináltak, hogy bennük az evolúciós folyamat sokkal gyorsabban menjen végbe, mint bennünk egészséges emberekben. Számos más tumorra hajlamosító betegséggel foglalkozunk hasonló módon. Egyik ilyen a Werner-szindróma. Ez, hogyha valaki ezt a gént örökli, akkor hajlamos tumorok képződésre, de még inkább hajlamos a korai öregedésre, ez a korai öregedésnek a génje. Tehát itt megfigyelhető 15 évesen egy gyönyörű lány, és 48 évesen hát egy vénboszorka. Itt egy szintén egy gyönyörű hölgy, akiről nem régiben ugye publikusan is fölvállalta, hogy BRCA mutációja van. Ez is egy DNS reparációs gén, és mi foglalkozunk a BRCA1, BRCA2 génnel. És gyakorlatilag aki egy mutáns allélt örököl a BRCA génnel, annak 70-80%-os esélye van arra, hogy emlőtumorban szenved majd élete során. Ugye Angelina Jolie elébe ment ennek, és egy műtéti megoldást választott, ahol az emlő szövetét eltávolították, és így gyakorlatilag az esélyei lecsökkentek az emlőtumorra. Legvégül ugye Darwinnal kezdtem, Mendellel szeretném bezárni. Csoportunk többször járt Brunóba, és a Mendel szobor és gyakorlatilag ebben a kertben, ahol állunk, itt volt az üvegháza, és még az alapjai most is látszanak ennek az üvegháznak. Tehát ajánlom mindenkinek 4-5 óra autóút, hogy menjen el, mert motivációt lehet meríteni ebből. Ugye mi is másodszor mentünk a csoporttal, hogy egy kicsit fölpörgessük a dolgokat. Csoportunkba általában első-másodévesen jönnek szakdolgozni a hallgatók. Sok közülük ott marad PhD-zni, közben egy-két rövid távú, 1-3 hónapra kimennek külföldre. Kollaborációs partnereinkhöz, amiből nagyon sok van, közös cikkeket írunk a külföldi partnerekkel, Japántól, Franciaországon át, Németország, Amerika, több posztdoktor, aki a laborból külföldre ment, most külföldön van, tehát nagyon jó a kapcsolatunk számos laborral, és 4 posztdoktor dolgozik a laborba, 3-4 PhD hallgató és 3-4 szakdolgozó általában. Köszönöm a figyelmet!